Eddigi elkezésem során megtanultam, hogy milyen felelősséget vállal egy másik ember iránt, sokkal bátrabban kommunikálok, és sokkal határozottabb és magabiztosabb lettem. Az eddigi legnagyobb élményem az elszakezésem során az, hogy egy fél évig egy csapatot vezethettem, és embereket fejleszthettem, ez alatt ők szakmailag és személyesen is mind nagyon-nagyon sokat fejlődtek, és az, hogy ehhez hozzátehettem bármit is, egy kicsikét is, az nekem hihetetlen sokat számít. Az egyik legkedvesebb élménye, amikor megadatott, hogy Isztambulba kijutottál egy nemzetközi konferenciára. Ez egy hihetetlen élmény volt, több mint 22 országban jöttek emberek, Japántól Dániáig, és így tényleg ekkor éreztem, hogy mekkora ez az egész közösség, amiért tartozhatok. Nagyon, nagyon jó volt ezt érezni, hogy olyan emberekkel találkozhatok, akik igazán tudatosak, és tenni szeretnének a jövőkért és másokért, és igazából ekkor tudatosult bennem, hogy így jó helyen vagyok. Én a legnagyobb elszakadás élményemet minden egyes alkalommal átélem, amikor belépek az irodába, mert akkor úgy érzem, hogy egy olyan lelkes, életre való és barátságos csapattagja lehetek, ahol nem vagyunk ismeretlenek egymásra, nincsenek rossz ötletek, és bárki megvalósíthatja az álmait. Csatlakozz! 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 Csatlakozzatok! Csatlakozz! Csatlakozz!